Egy ilyen varázslatos intro után köszöntelek benneteket a csatornán, köszöntelek benneteket az első vlogmas videóban, és hát nagy izgalommal vágok neki az ünnepi készülődésnek, amelynek a javát szeretném veletek is megosztani. Ebben az évben a karácsony és a karácsonyra való hangulódás az egyáltalán nem úgy fog történni, ahogy a korábbi években azt megszokhattátok, így programok tekintetében. Szóval itt nem lesznek nagy villantások, nem lesznek nagy események, inkább sok kicsi apróság, ami talán fontosabb is, mint valami elképesztő esemény. Szerintem ebben egyetértünk. Én megpróbálom a tőlem telhetőt, és minden olyan pici, számomra fontos dolgot megörökíteni, amitől talán majd így összeáll számotokra, hogy az én életemben hogyan alakul ez az időszak. És nem szeretnék már így mindjárt túl deepbe menni itt az elején, úgyhogy mivel december 1-je van, ezért végre valahára kinyithatom a Lincsó kis adventi kalendáriumom első ablakát. Ez egy fantasztikus dolog, hogy elértünk ide, ugyanis hetek óta szemeztem vele, állandóan kísértésbe akart hozni, de megálltam a dolgot egészen mostanáig, úgyhogy... Az első ablak ez a kis mókusos. Jézusom, hát mennyire picurka már ez! Uh-huh. Jó kis tömény csoki. Egyébként hangulatfokozásként ma egy nagyon különleges szemfestéket tettem a szememre. Ezt meg is akarom nektek mutatni, illetve egy brutális dolog történt ma reggel. A Zoeva Caramel Melange palettájában található ez a Liquid Center nevű árnyalat, ami konkrétan úgy néz ki, mintha folyékony bronz lenne, így az ujjaimon, most, hogy így szét húzom a színt. Valami csodálatos ez az árnyalat, a kék szemet brutálisan kiemeli, és hát a boldogságom forrása az pedig a következő, amit valójában csak azok értékelnek, akik nagyon gyakran szoktak sminkelni. Igen, az a picike kis fémes szín ott az alján, ami nem más, mint a termék aljának a színe, azaz leértünk a végekig, és küldetést teljesítve ez a termék végre el fog fogyni. Jó reggelt! Itt ülök az autómban, és pillanatokon belül indulok a húgomhoz, akivel ma az adventi koszorúinkat fogjuk elkészíteni. Viszont ahhoz nekem még szükségem van egy koszorú alapra, mert azt hittem, hogy nekem van, de egy órás keresés után rájöttem, hogy nincs, úgyhogy azt mindenképpen be kell szereznem, illetve fenyőágakért fogok még elmenni, mert hogy azokat fogunk használni hozzá. És remélem minden cuccot bepakoltam, van elég ragasztó, lehet, hogy még pár cuki díszt nézek hozzá. Az enyém egyébként piros arany színvilágú lesz. És ha már így piros, akkor el nem tudjátok képzelni, hogy micsoda outfitben vagyok, ami így most nem látszik. De mutatok egy kis sneak peeket. Ezt nézzétek, milyen menő karácsonyi pulcsiban virítok. Ja, és ez nem csak egy karácsonyi pulcsi, ez egy egyen pulcsi. Úgyhogy majd csak figyeljetek, hogy milyen stílusosan csináljuk mi az adventi koszorúinkat. Hát szerintem ez a mennyiségnyi ág három utcára elegendő lenne. Gyönyörű ezüstfenyő ágak, illetve klasszikus, de Jézusom, ez nagyon sok. Hogy fogom bevinni? Várjatok, ezt kesztyűt kell húznom. Teázással és sütizéssel fog indulni a kreatívkodás, és Olinak hoztam ebből a kedvenc teámból korábban. Ami, ahogy látom, számára is nagyon ízlik. Hozom a sütit. Már előkészültünk. Na nézd, nekem is ugyanolyan az alap, tök jó. Kicsit amorf, szegényke, de majd kialakul. Én ezt ide kiöntöm. Így állunk jelenleg. Oli a piros, ezüst,
színvilágot választott. Jaj, de aranyosak azok a kis gombák, azt nem is láttam korábban, hogy olyat is vettél. Igen. Én pedig a piros arany leszek, ahogy említettem már. Ó, szalagot sem vettem. Na jó. Bár lehet, hogy nem is fog kelleni, majd meglátjuk. Na, minden esetre akkor hozzunk ágakat magunknak. Te az zöld ágat és ezüstet. A tiéd az nagyon jól illik az ezüst, nem? Uh-huh. Úgyhogy akkor én maradok a klasszikus zöldnél. Órával később, teljesen átszellemülve, karácsonyra elkészültek a kreációink. Oli megadta a módját a dolgoknak, ugyanis a koszorúja mellett készített egy ajtókopogtatót is, azonos stílus mentén. Az a kis aranyos alma, bogyó és gomba háromszög ott egészen kis cuki, és ehhez készült ez a hatalmas ajtóra tehető dísz, amit aztán nem sajnáltunk így a dekor szempontjából, itt is aztán van minden, szóval ők így együtt alkotnak egy csapatot, és akkor itt lenne az enyém, ami egy kicsit talán túl zsúfolt, ám mégis nekem nagyon tetszik, és igen hangulatosra sikeredett ez az arany-piros választásom. Kiemelném ezeket az érdekes kis terméseket. Szóval így néznek ki az idei dekorációk, és lassan ideje meggyújtani az első gyertyát. Diszkréten szól a karácsonyi zene a háttérben. Itt van a kis segédem a mai alkalomra, ugyanis almapuncsot fogunk készíteni. Ez egy olyan karácsonyi ital, amit ezer éve már meg szerettem volna csinálni, és ma jött el az idő, úgyhogy korábban már bevásároltunk hozzá, mutatom, hogy mire lesz szükségetek, ha ti is meg szeretnétek csinálni. Természetesen lesz recept a videó alatt, de kell hozzá 1 liter almalé, 2 fahéj, 6 szegfűszeg, 1 alma, narancs, citrom, és kellene még csillag ánizs is, de azt egyszerűen nem találtunk a boltban, úgyhogy hát most ezzel fogunk dolgozni, és Alexa, már is adom a feladatokat neked. Készen állsz? Igen. Tehát a híját le kell vágni a narancsnak és a citromnak, és azt fogjuk felforralni az almalével. Igen. Jó, úgyhogy akkor először is kérlek mosd meg ezt a kettőt, és én pedig akkor keresek egy lábost. Ez tökéletes is lesz, körülbelül ez a méret. És én elkezdem már így az almalevet hevíteni.
kerekés, ugye? Jó, ebbe kerül bele a fahéj, meg a szegfűszeg, és a nem létező csillagán is. Ó, nyami! Citromnak is tökéletlen. Nagyon jó. Egy, kettő. Nagyon jó sikerült, hogy nincs ott egy fehér zsír. Na, ez a tökéletes. Ilyen darabokban. Igen. Na, és akkor ebből. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Hát én nagyon-nagyon követem a receptet. Biztos, hogy 6 darab elég lesz. Olyan kis szerintem kellés, ahogy itt úszik. Ez a kedvencem. Ez. Ez a... Sikerült. Fehér nélkül kérdezik, én megoldom. Figyeljük. Egyelőre ennek most itt szépen fel kell fognia. Ismét egy tökéletes darab született. Wow, na látod, így kéne az összeset. Azért kell fehér nélkül, hogy ugye ne legyen annyira kesernyés. Egyszerűen profi munkát végzel. Na, mit szólsz ezekhez a poharakhoz? Ez így azért elég jó volna. Szerintem is. Akkor majd ebbe fogjuk beledobálni a citrom meg a narancs darabkákat. Hú, itt közben pedig már! Itt már komoly dolgok történnek. Hú, az illata valami eszméletlen. Te jó ég! Hú, de fullos. Jaj, de szép ez a dekor. Aj, valaki... Igen, igen, ezt látom. Látom, ez a művészi kivitelezés, ez azért... Fú! Na, jól van. Akkor amint felfort, levesszük a tűzről, egy picit hagyjuk hűlni, és mézet fogunk beletenni. Édesítőgyanánt. És kb. Készen is vagyunk vele. Hát, kiderült, hogy az alma az valójában csak dekoráció, így a pohárba. Legyen egy pici. Jó, viszont igen, én azon gondolkodtam, hogy én lehet, hogy a sajátomban nem szeretnék, mert hogy ez így olyan kis citrusos és karácsonyos egybe, de Evelynnek vágok egyet. Én kérek szépen egy párat. Picit. Igen, ilyen mini kockákat. Nem hiszem el, hogy ez körülbelül így 10 perc alatt elkészült. Tehát fantasztikus illata van, bárcsak éreznétek. És forró Nem tudom, hogy mi a hiba. Hallod, ez tök jó. Annyira tudtam. Annyira tudtam, hogy soha semmiben nem egyezik meg a véleményük. Eskü jó. Én tétadom, és nekem nincs utó íze. Lehet, hogy keveset vettem fel, de... Én lehet, hogy a szegfűszegnek ezt a fás, tehát valami fás érzetet érzek pluszban, ami furcsa, de akkor... Én meg almát és narancsot érzek csak. Uh-huh. Jó, akkor figyelj, ha neked nem kell édesítés, akkor max az enyémbe megy csak a méz. Hát egész kellemesen néz ki. Igen. Milyen kis szép kell. Ugyan, baba. Ha. Na, hát akkor eljött az igazság pillanata. Hölgyem, kérem, fáradjon át velem a szalomba. Ott szolgáljuk fel a... Majdnem azt mondtam, koktélokat. Hát a téli koktélokat, igen. Egészség. Az utolsó kortyoknál járunk, és az én italkám a mézzel lett teljes. Nagyon-nagyon finom. Úgyhogy megállapítottuk, hogy jót főztünk. Egészségetekre! Néhány hete egészen random módon bekeveredtem az Ariózóba, ami egy virágbolt per home decor üzlet, és üvegből készült karácsonyfa díszeket fedeztem ott fel. Annyira szépek voltak, hogy le is adtam a rendelést egy kisebb méretű 3-as szetre, úgyhogy ezt fogom most átvenni, meg egy kicsit még így körbenézek dekorügyben, meg ajándékügyben. Majd pedig Annával lesz egy villámgyors találkozó. Na, hát átadtam Anna Mikulás ajándékát, és az első benyomások nagyon meglepőek voltak. Miért is? Igen, mert ugye én egy só borszórót kaptam egy kis plusz extra ajándéknak, ami pontosan olyan színű, mint a konyhában nekem a munkalap, és az emlékszem, nem tudod, de nagyon durván ez hihetetlen. Pont hozzáérik. Ez teljesen hihetetlen. Köszönöm szépen, meg külön köszönöm, hogy a csokinál gondoltál arra, hogy helymentes legyen. Hát ez alap, de hát szóval nagyon-nagyon örülök, mert izgultam nagyon, hogy nem lesz egy túlzás, ez a márvány mintázat, meg minden is, erre pont kiderül, hogy tökéletes. Nagyon köszönöm, hát, nagyon-nagyon szívesen, nagyon szívesen. Megmutatom nektek közelebbről,
a gömböcskéket. Ez az arany ezüst verzió. Említettem, hogy ezek üveggömbök, ugye? Ha nem, akkor azok. Ez pedig az arany pink. Nagyon szép csillámokkal díszítve. Ezeket egyébként ajándékhoz fogom mellé csomagolni, szóval sajnos nem az enyémek lesznek, de hihetetlenül szépek és különlegesek. Nagyon óvatosan kell most őket becsomagolnom, hogy nehogy bajuk legyen útközben, úgyhogy remélem, hogy megfelelő óvintézkedéseket fogok tudni itt eszközölni, hogy mindenki biztonságban majd megérkezzen a címzethez. Ez a névnapi ajándékod. Yeah. Egy kis mini beauty csomag. Yeah. Ez pedig a Mikulás ajándékod. Igen. Yeah. És ezután már megnézheted a videómat is. Én nem is voltam rossz. Ezért kaptál csak kettőt. Igen, csak kettőt kaptál. Örülj neki, többet akartam. De ez saját készítésű, csak mondom. Köszönöm. Jaj, de cukor! De aranyom! Köszönöm. Ugye? Nagyon szívesen! Én látjátok, mondtam, hogy örülni fog neki. Mintha ikrek. Abszolút, abszolút, teljesen. Na, de aztán a kisbabának is jöttem, Mikulás. Ez tőlem lesz neki, ez pedig anyától. Na, picóca, megnézzük, mit kaptunk, a nagy kaptál a nagyénytől. Hát, hogy ugye nem kaptunk, meg eszünk, meg alszunk, hanem ő egyet így csinálja ezeket. Igen. Gyönyörű kis lány. Ezt most már tudja gyűlkészni. Igen. Eredetileg... Természetesen. Eredetileg ugye ezt karácsonyra szántam volna, de mivel már most abban a méretben van, lehet, hogy karácsonyra már ez kicsi lenne neki. Hát, ez hány? 62. Ugye? Hát ez egész nagy. Egész nagy? Hát gondoltam... Körülbelül most így eddig ér. Micsoda? Nem. Na tényleg? Most megpróbálom. Szóval nem mertem kockáztatni, úgyhogy... Istenem, de cuki! Ugye milyen aranyos a... Kis meg a rénszarvas, nulacska. És teljesen összeöltöztetek. Hm? Na, hogy tetszik? Na, mit gondolsz rénszarvas úrról?